Két évvel ezelőtt így sétáltatták az önkéntesek tappancsot a heros fehérvári állatothanában. Most toborzó napot tartanak a menhelyen, április 20-án szombaton azon önkéntesek csatlakozására számítanak, akik szeretik az állatokat és szeretnének dolgozni a gazdátlan, megunt vagy kidobott állatokért. Szombaton az érdeklődők belepillanthatnak a menhely mindennapi életébe, segíthetnek a kutyák és macskák ellátásában, szocializációjában, és megnézhetik, hogy az állatok mellett mennyi feladat van még az állatotthonban. Beülhetnek a macskaházba és a cicaóviba is, de besegíthetnek a kölyök kutyák ellátásába is. A tobozó napon tapasztalt önkéntesek mesélnek majd saját élményeikről, és megmutatják, miért is jó az állatotthonban tevékenykedni. Önkéntesnek várnak pici gyermekeket is, azonban 10 éves kor alatt úgy, hogy a tevékenység ideje alatt a szülő is velük van. 10 és 14 évkor között azonban már elegendő csak egy engedély is a szülőtől, 18 éves kor felett pedig bárki önállóan saját döntése szerint csatlakozhat. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, április 20-án szombaton 9 órától a takarodó úton.